Szeretettel köszöntök mindenkit a Révay Miklós Gimnázium honlapján. Bognár Gergelynek hívnak. A következőkben két földrajzkísérletet fogok bemutatni. A kísérletek lényege, hogy demonstrálja, hogy mind a meleg levegő, mind pedig a meleg folyadékok felfele áramlanak. A felfele áramló meleg levegő, illetve meleg folyadékok rendkívül fontos szerepet játszanak az éghajlat és a klíma kialakulásában. Ezek nélkül az időjárás, vagy a különböző szélrendszerek nem értelmezhetőek, nem érthetőek meg. Nézzük ezekre olyan kísérleteket, amelyeket akár ti magatok is elvégezhettek otthon. Az első kísérletek során, amikor is a meleg levegőt fogjuk megvizsgálni, ez felfelállni, tulajdonképpen egy egyszerű hőlégballont készítünk. Fogom és meggyújtom a bunzenégőt. Nem kell túl nagy lázzal égnie, nehogy a zacskó meggyújtsa, begyújtsa ez a bunzenégő. Mondtam, hogy a kísérletet otthon is el lehet végezni. Otthon ugye nem nagyon van a háztartásokban bunzenégő, de gyertyával ugyanúgy meg lehet csinálni azt, amit most én fogok. Óvatosan a szemetes zacskót, ami egy hétköznapi teljesen egyszerű szemetes zacskó, a gázláb fölé helyezek, és meglátom, hogy a gázlábnak a meleg levegője az megtöltse ezt a nylon zacskót. Ügyesen kell tartani, nehogy a zacskó a lábba kerül le, egy picit megolvadjon. Ha otthon végzitek el a kísérletet, akkor erre is nagyon figyeljetek. Látszik, hogy maga a zacskó már dagad és feszül. Ugye beleáramlik a meleg levegő, a meleg levegőnek kisebb a sűrűsége, így a felhajtó erő révén ez megpróbál felfele áramlani. Hogyha most fogom és mindjárt elengedem a zacskót, akkor láthatjátok majd, hogy az egy darabig legalábbis, de elindul fölfele és felszáll. Nézzük a kísérletet. Szépen látszott, hogy mindaddig, amíg az acskó nem borult fel, nem áramlott ki belőle a meleg levegő, addig felfele áramlott, felfele ment. Nézzük meg még egyszer a kísérletet. Hogyha valaki otthon szeretne esetleg hőlégballont építeni, akkor apró pici súlyokat helyezve az acskó aljára biztosíthatja azt, hogy ez ne boruljon fel. Ha ügyesek vagytok, akkor akár 10-15 vagy akár 20 méter magasra is feljuttathattok egy ilyen házi készítésű hőlégballont, anélkül, hogy az visszapottyanna, vagy visszaesne a földre. No, indítsuk el még egyszer ezt a kis hőlégballonokat, most nem fogom elengedni, nem fogom megfogni a levegőbe, hanem megnézzük, hogy milyen magasra is jut fel ez a hőlégballon, még az is lehet, hogy akár a kamera sugarából is kikerül. Na nézzük. Gyönyörű szépen elindul felfelé, és bizony, a felvételen által nem is látszik, de egész magasra följött, és most itt esik, itt pottyan vissza. A kísérlettel demonstráltuk azt, hogy a meleg levegő az felfele áramlik. Mint mondtam, ennek fontos következményei vannak. Most vizsgáljuk meg azt, hogy a levegő mellett a meleg víz is felfele áramlik. Ennek a tengerállás szempontjából van rendkívül fontos szerepe. Ugyanúgy a búzenélő fölé egy kis befőttes üveget helyezek, majd a befőttes üvegben nem sok kálium-permanganátot veszek. Most, hogy a hatás hamarabb látszódjék, fogom és felerősítem a búzenélő lángját. Ha otthon növene kálium-permanganát,
mert pedig általában otthon nincsen a háztartásban kávén permanganát, akkor ételfestékkel is el lehet végezni ezt a kísérletet. Fogom és kevés kávén permanganátot szólok ebben a vízbe, és láthatjuk azt, hogy a kávén permanganát idővel szépen felfele fog áramlani, amint átmelegszik ez a vastag falu befőttes üveg, a gázlágnak köszönhetően jobban látszódjék felvételen is, picit a párát letörön a befőttes üveg oldaláról, és majd egy közeli felvételen is meg fogjuk nézni magát ezt az áramlást. Szépen látszik már, bizony ez a kálium permanganát elkezdett felfele áramlani. Kísérleteket próbáltak elvégezni otthon, és nézzetek utána, akár tankönyvekben, szakkönyvekben, vagy az interneten, hogy milyen szerepe is van ennek a felfeláramlásnak az éghajlat és a klíma kialakulásában. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!